A végéhez közeleg Bodrogszerdahely nemesi családjának, a vécseiek egykori családi fészkének a felújítása, amelyben ma a helyi községi hivatal székel. A kastélytól a várig elnevezésű, határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően megújul a regécivár, a bodrogszerdahelyi és a nagyidai kastély is. Interaktív kiállítótereket, szabadidős helyszíneket hoznak létre, illetve a kerékpáros turizmus infrastruktúráját fejlesztik. A projekt célja a kulturális örökségek helyreállítása. És ami érdekesség, és ami tetszik nekem ez az épületben, ez maga ez a fal, ami szerintem prezentálja azt, hogy ez komolyan itt valamikor vár volt. Az épület legkeletibb helyiségének csaknem 2 méter széles falát mutatja a polgármester, illetve magát a helyiséget, amely a vécsei családnak állít majd emléket. A falakon állagmegőrzést végeztek, a nyilászárókat felújították, és készen áll a berendezésre. Pince helység a kastély alatt felújult, és lényegében homlokzat, balkon felújítása, mert nagyon rossz állapotban volt, már hullott a vakolat. A kastély udvarát önerőből parkosította az önkormányzat. A későbbiekben egy sétányt is terveznek a területen. A vécsei rezidencia feltehetően a 11. századból származó vár maradványaira épült, amelyet közel 200 éven át a bocskaiak birtokoltak. A veselényi összeesküvés után a sporttábornok lerombolta ezt a kis várkastélyt, akkor át a császárhűbe egy vécsiek kapták meg a birtokot. És ők építették át 1700-ban ilyen barokk stílusban, felhasználva a régi falak maradványait, helyiségekben lehet látni a bortíveket. Az elalakú kastélyhoz több épület is tartozik. Ezek közül az egykor konyhaként szolgáló részét is felújították. Itt Kossuth Lajosnak állítanak emléket, aki a pályáját tanulmányai befejeztével 1832-ben Bodrogszerdahelyen vécsei báró jurátusaként, jogsegédjeként kezdte. A tervek szerint a kiállító termek júniustól látogathatók.